Péceli József, vén legény, vén és ifjú asszony. Egy ősz ifjú legény, magánosan lenni, hogy megunt, kíván a feleséget venni. Könnyű volt tölteni ebben kívánságát, mert az egész város tudta gazdagságát. De a választás volt nehéz a legénynek, minden szép és ifjú, mert tetszett szegénynek. Két özvegy legjobban szívét meghatotta, kettőjük közt magát tehát megosztotta. Egyik 20 esztendős, a más több 60-nál, csinos volt eléggé, de rútabb amannál. A vénnek magukat ketten kedveltették, gyakran őszes fejét öleikbe tették, ottan félsülgették, gyengén csinozgatták, ha mi élőt leltek, az benne nem hagyták. Barna haját lopva az öreg kiszedte. Másfelől az ifjú az őszt félretette. Mindenik magához férjét hasonlóvá, még akarja tenni, ugyan tették lóvá. Mert kevés nap múlva kopasz lett a feje. Fésülné a haját, hát csak a hűlt helye. Köszönöm, mond a vén, szerelmes jegyesek, hogy a hajtépésben lettetek egyesek. Látom, hogy mindketten ti azt akarjátok, hogy ínyetek szerint éljen vén mátkátok. Nem akarok én úgy feleséget venni, ha járom alá kell aggott vállam tenni. Így a kopasz fején a vén megtanulta, hogy a házasságnak idejét elmúlta. Házasuló vének, ifjat ne vegyetek, ti pedig asszonyok, csak azok legyetek.